Most pedig térjünk át napirenden rovatunkra, melynek témája a szélsőségesség térhódítása, nemzetközi viszonylatban, de házunk táján is. Székely Ervinnel, a Bukaresti Rádió magyar adásának főszerkesztőjével, Ferenc Judit beszélget. Annak ellenére, hogy ennek a rovatnak az a címe, hogy napirenden, most egy olyasmiről lesz szó, ami egyáltalán nincsen napirenden, mégpedig a szélsőségeseinknek a helyzete. Ezt most azért gondoltam erre a témára, mert bő egy hónappal ezelőtt, ugye, amikor megjelent a Beke István és Szőcs Zoltánnak a vádirata, akkor ez érintőlegesen szóba került, de mindig valahogy más kontextusban, és minthogyha az erdélyi magyar sajtó és a közélet, minthogyha csak kerülgetni a forrókását, és nem kívánna erről érdemben beszélni. Jól látom, így van ez, és hogyha igen, akkor vajon miért? Igen, én is úgy értékelem, hogy viszonylag kis nyilvánosságot kapott, illetve amikor kapott, akkor ilyen bagatellizáló stílusban, hogy hát ez tulajdonképpen nem is volt igazi terrorizmus, ez egy diákcsíny, egy már-már bocsánatos bűn. Én úgy gondolom, hogy ez nem így van. Tehát a szélsőségesség az nem Beke Istvánnal kezdődött Romániában, a magyar szélsőségesség is sajnos, de hát végül is minden közösségnek megvannak a maga szélsőségesei, úgyhogy nem tudom, hogy a magyarok e tekintetben miért kellene kivételek legyenek. Ugye emlékezzünk rá, hogy néhány évvel ezelőtt a Magyar Gárdának voltak itt alakulatai, akik verték a bakkancsot a Hargitán, és a 64 vármegye ugye rendszeresen megszervezi az EMI-tábor, csak zárójelben mondom, hogy a Hargita megyei tanácsnak a támogatásával, ahol a dísz meghívott mindig Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Ugye van tehát hagyománya, most nem beszélek arról most nem jut hirtelen eszembe, hanem valamilyen Csibinek hívják, aki felakasztotta Ábrám Jánkónak a bábúját, vagy Ábrám Jánkónak álcázott bábút március 15-én. Tehát vannak szélsőségeseink, nem dicsekszünk velük, de vannak, és ami a leglényegesebb, én azt hiszem, hogy akkor egészséges egy közösségnek a reakciója, hogyha elszigeteli a szélsőségeseit, hogyha ezt kimeri mondani, nem lehet bagatellizálni, nincsenek operett szélsőségesek, nincsenek barátságos, kedves kis szélsőségesek. Olyan véleményeket is olvastam, hogy hát a román hírszerzés nem talált egy igazi ISIS kamikázét, aki felrobbantott volna valami tornyokat, és akkor hát be kellett térniük szegény Beke Istvánnal, aki csak szemetes kukákat robbantgatott volna. Jó, de most nem, tehát nem az ők ügyükről szeretnék tárgyalni, úgy, ahogy az előbbi szó volt róla, ez nem egy új keletű jelenség. Nem is azzal van a baj, hogy megvannak a magyar szélsőségesek is, hát mindenkinek megvannak a sajátjai, hanem inkább abban látom én a problémát, hogy mi valahogy ezt integráljuk őket, és olyan szalonképessé tesszük. Igen, itt ilyenkor mindig működik a mi kutyánk kölyke effektus, ugye? Ha a mi kutyánk az azért mégiscsak más, ugat, meg harap, meg nem jó, meg, de hát mégiscsak a miénk, ugye? Azt hiszem, hogy ez helytelen magatartás, tulajdonképpen bátorítja a szélsőségeseket, hogyha a közösség nem határolódik el tőlük, illetve őket nem határolja el. És itt azért megemlíthetném a nagy szavakat használva az újságírók vagy az írástudók felelősségét is, a magamét is beleértve, meg nem szentelt a témának különösebb figyelmet, úgy gondolta, hogy hát ez majd elmúlik magától, és hát nem kell úgymond a román nacionalista propagandának muníciót szolgáltatni. Nem arról van szó, hogy bárkinek muníciót kellene szolgáltatni. Én azt hiszem, hogy az értelmiség éppen azzal bizonyítja a felnőttségét, az érettségét, hogy akkor is
úgymond kinyitja a száját, amikor a saját szélsőségeseit kell elítélnie, nem csak akkor, amikor más nemzet szélsőségeseit. Jó, mi itt beszélünk a szélsőségekről. Ennek egy egészen konkrét meghatározása nincs, tehát elég átjárhatók ott a határok. Mégis akkor mi a baj velük? Mi a baj? Mi a baj azzal, hogy fiatalok százai, nem tudom, ott vannak évente az EMI táborba, van egy-egy szép koncert, van egy-egy Vona Gábor előadás, közben elszórakoznak, buliznak, nem tudom, mint más gyermekek, más fiatalok. Azt hiszem, hogy a szélsőséges ideológiáknak azért mégiscsak van egy közös nevezőjük, nevezetesen az, hogy rendszeridegenek, rendszerellenesek. Nem fogadják el a demokratikus szabályokat, a demokratikus játékszabályokat, és hát közvetlenül vagy közvetve, de hát jogellenes megnyilvánulásokra buzdítanak. Nem állnak rendelkezésemre felmérések, nem is tudom, hogy egyáltalán készültek ilyen felmérések, viszont én magam döbbenetesnek tartom azt, ami az internetes fórumokon megjelenik. Tehát egészen legitim dolog az, hogy ott lehet zsidózni, románozni, szerbezni, és mint egy a nemzeti identitásnak az összetevője jelenik meg a nacionalista vagy soviniszta megnyilvánulás is. Én úgy gondolom, hogy ez az utóbbi években ennek a szintje emelkedett. Mondom, nem állnak rendelkezésemre adatok, és teljesen empirikus, lehet, hogy tévedek, de nem készítettem én magam sem statisztikát, de olyan 100 bejegyzés közül, hogyha eddig 15 volt ilyen, akkor most 25, tehát mindenképpen növekedett ezeknek a száma. Növekedett ennek az ideológiának a támogatottsága. Térjünk egy kicsit arra is rá, hogy az úgynevezett legitim mainstream szervezetek miért nem léptek fel soha tulajdonképpen a szélsőségesek ellen, tehát legalábbis határozottan nem? Nagyon nehéz ezt megmondani, talán tőlük kellene megkérdezni. A civil társadalom szinte teljesen hallgat, egyértelműen hallgat ebben a kérdésben, de az RMDS is, amelyeknek pedig konkurenciája valamiképpen a konkurenciát jelentenek azok a szervezetek, amelyek ilyen ideológiákat promoválnak. Ő is hallgat talán azért, mert nem akarja elveszíteni azokat a szimpatizánsokat, akiknek ilyen gondolataik vannak, de én azt hiszem, hogy fel kellene lépni, és vállalva a konfliktusokat is a romániai magyar társadalom egy jó részével. Éppen azért növekedhetett ezeknek a száma, mert nem ütköztek akadályba. Nem volt, aki felhívja a figyelmet a szélsőségesség veszélyeire. Ugye ez olyan, mintha az gyerek a gyufával játszik, és hát lehet, hogy nem lesz belőle baj, de az is lehet, hogy felgyújtja a házat. Tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni a kockázatát ezeknek a megnyilvánulásoknak. Jó, most van a dolognak egy olyan vetülete is, hogy ezek a szélsőséges szervezetek, a 64 vármegye, akkor van a Szent László serege, az már egy bejegyzett egyesület, van az EMI, arról megoszlanak a vélemények, hogy mennyire szélsőséges és mennyire nem. De végül is mindnyájan azt hirdetik nyilvánosan, hogy az autonómia ügye az, ami elsődlegesen meg kell, hogy valósuljon. Na most ez pedig a mainstream szervezeteknek, nevezetesen az RMDS-nek is programpontja. Ez így van. Nem mindegy viszont, hogy milyen eszközökkel valósulna meg az autonómia. Történetesen az egyik kollégám, Szőcs Levente készített egy interjút azzal a Szőcs Zoltánnal, akinek a vádirata megjelent, hogyha jól emlékszem ő vele, amelyben ő
legitim célként beszélt arról, hogy Szent Istvánnak az országát szeretné visszaállítani. Tehát ez egy teljesen normális dolog, ugye Nagy Magyarországot, amelynek a partjait három tenger mosta, az meg kell, hogy valósuljon, aztán, hogy ott még élnek románok, vagy szerbek, vagy horvátok, hát ez kérem szépen, ez mellesleg. És akár... ez mellesleg tényleg ellentétes a román alkotmánnyal. Így van. És ezek hát, nyilvánosan, tehát ezeket interjúban mondták. Csak éppen azt nem mondta, hogy hát éppen még maradhatnak ott is, hogyha nagyon ragaszkodnak hozzá, de hát az mégiscsak Nagy Magyarország, ugye? Ez nem autonómia, tehát ennek semmi köze az autonómiához, és nem hihető, nem hitelesek ezek a szervezetek, amikor azt mondják, hogy autonómiát akarnak, de közben petárdákat robbantgatnak. Most persze jóslatokba bocsátkozni, hát azt mi itt nem tehetjük meg. Mégis talán egy véleményt arról, hogy mennyire, mert szó volt ugye arról, hogy esetleg konkurenciát jelenthetnek éppen az RMDSZ-nek is. Mégis hogy jelenthetnek konkurenciát, mennyire várható a térhódításuk, és mi az, amit ellene tenni lehetne? Nehéz valóban jóslatokba bocsátkozni. Amikor azt mondtam, hogy konkurenciát jelentenek, inkább arra gondoltam, hogy potenciális szavazókat veszíthet az RMDSZ. Nem hiszem, hogy azért Kelemen Hunor annyira megijedt volna a 64 vármegyétől, hogy majd pártá alakul és kiüti az RMDSZ-t a parlamentből. De a helyzet az, hogy mindaddig, ameddig a közösségen belül ezek a szervezetek nem ütköznek semmiféle ellenállásba, akkor elképzelhető, hogy majd a román állam részéről fognak ellenállásba ütközni, akkor viszont már úgy jelennek meg, mint mártírok, mint a román nacionalizmusnak az áldozatai, és akkor segítséget kérnek, lehet, hogy pont az RMDSZ-től. Úgyhogy én azt hiszem, hogy elsősorban a saját házunk táján kellene söpörni, először még akkor is, hogyha pillanatnyilag valóban nincs akkor a politikai súlyuk. Viszont tapasztalható az, és ez valószínűleg bátorítólag is hat ezekre a szervezetekre, hogy egész Európában van egyfajta válsága a liberális demokráciának, és alternatívákat nagyon hamar kínálnak a szélsőségesek ezekre, nem csak Magyarországon, nem csak Romániában, hanem még Nyugat-Európában is, úgyhogy oda kell figyelni ezekre. Talán még a párttörvénynek a módosítása sem lenne haszontalan, azért, hogy megakadályozza ezeknek a pártoknak, mert olyan körülmények között, ahol három ember egy pártot alapíthatott, nem gond akár tucatjával ilyen szervezeteket elindítani a választáson. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.